Nagy érdeklődés övezte Lázár János látogatását Nagylakon a határmenti településen, valamint Magyarcsanádon és Apátfalván is. A térségben számos beruházás valósult meg, és továbbiakat tervez az országgyűlési képviselőjelölt, ha az elkezdett munkáját a jövőben is folytathatja. Elkötelezett abban, hogy a vidék fejlődjön. Oda jutottunk, hogy két dolgot kell a következő 4 évben rendeznünk. Egyrésztről, ha már a 43-asról lekerült, vagy jelentősen lecsökkent a kamionforgalom, akkor a régi 43-ast föl kell újítani Nagylak, Magyarcsanád, Apátfalva, Makó vonatkozásában. Ez az egyik ígéretünk. A második pedig, hogy miután láthatóan várat magára Románia Schengen tagsága, ez azt jelenti, hogy ha itt lesz az Európai Unió külső határa még nagyon sok ideig, akkor föl kell arra készülnünk, hogy még több kamion jön, tehát valószínű, hogy Nagylak és Magyarcsanád között egy másik elkerülő utat is kell építenünk, ami szintén közvetlenül a régi nagylaki határátkelőbe visz bele. Tehát két olyan közlekedési tervünk van, amely az autópályát biztonságosabbá, járhatóbbá teheti, illetve az itt élők életét közvetlenül befolyásolja. Kiemelten ejtett szót az április 3-ai választás tétjéről is. Arról döntenek a szavazópolgárok, hogy milyen országot és milyen jövőt szeretnének. Hangsúlyozta, ha békére, kiszámíthatóságra és további fejlődésre vágynak, akkor azt a jelenlegi kormány tudja garantálni. Beszélni kell az orosz-ukrán háború által kiváltott gazdasági nehézségekről is, mert sajnos elkerülhetetlen lesz, és hazánk is meg fogja érezni. Az Európai Unió alapanyagellátásának egy jelentős részét Ukrajna és Oroszország biztosította, és a fegyveres konfliktusok következtében nőni fognak az élelmiszerárak. De ugyanez igaz például az energiaárakra is. Mit elhangzott, nem mindegy, hogy egy ilyen helyzetet milyen eszközökkel kezel majd a választások utáni kormány. Lázár János országgyűlési képviselőjelölt minden megjelentet arra buzdít, hogy menjen el és a környezetükben élőket is győzzék meg arról, hogy éljenek a szavazati jogukkal április 3-án. Stábunk kíváncsi volt Nagylakon, hogy a lakosok mit gondolnak a képviselőjelölt munkájáról. Számtalanunkat megkérdezett, mi legyen az a program, ami elsőbséget kell, hogy élvezzen, és hát nyilvánvalóan így választódott ki első körben a művelődési ház felújítása, ami mintegy 50 millió forintot tett ki. És hát aztán a továbbiakban később a polgármester hivatal felújítása, a településnek szánt közösségi kisbusznak a beszerzése, és hát számtalan olyan apró gondolati támogatás, ami az ő személyétől jön felénk, az mind jó hatással van a településre. Van nagyon régóta a Fidesz a mindenem, és elmegyünk szavazni is, meg én csak abba bízok a Fideszbe. Az országgyűlési választás mellett a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatban is véleményt formálhatnak a polgárok.